Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. A szentmise áldozatot elhunyt Anikó tért ajánljuk fel halálának évfordulója alkalmából. Kedves testvéreim, pünkölt ünnepe van, ez nem csak a Szentlélek eljövetelének ünnepe, hanem az Anna Szent Egyház születésének ünnepe, hiszen az nap, amikor a Szentlélek eltöltötte az apostolokat, 3000-en megkeresztelkedtek, és ezzel az Anna Szent Egyház megszületett. Mi a mai nehéznek tűnő helyzetben, mindig nehéznek tűnik nekünk a mai helyzet, bármikor élünk, kérjük a Szentléleknek az erejét, az erősség lelkét, a szeretet lelkét, az öröm lelkét, hogy pusztán az ő jelenléte miatt legyen örömünk a külső körülményektől függetlenül. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik kezét és az oldalát. Az Úr látára öröm töltött el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek megtartjátok bűneit, az nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása legyen mindenki bocsánata. Kedves testvéreim, pünkösd vasárnap ünnepi szentmisének evangéliuma mindjárt meglepetést okozott nekünk, hiszen az evangélium fölidézi a húsvét vasárnapot, és nem a pünkösd napját, ami 50 nappal később volt. De ebben az evangéliumban elhangzik, hogy vegyétek a Szent Lelket. Vagyis, hogy a húsvét beteljesítője, a Krisztus szenvedése és föltámadásának beteljesítője, a Szentlélek kiáradása. A Szentlélek az, ami célba viszi Krisztusnak a művét. És ez már megkezdődött húsvétkor. Nem véletlen, hogy különböző hasonlatokkal próbálja az Anya Szent Egyház a Szentlélek jelenlétét leírni, és ezek közül az egyik például a szélnek zúgása, a másik a víznek az áradása, és a szél is és a víz is hullámokban, megerősödő hullámokban. Az első hullám Krisztus föltámadásakor érte a szent apostolokat, a Szentléleket illetően, és egyben rámutat erre Jézus arra, hogy a karizmák, az ajándékok, azok a Szentlélek művei, amelynek fedezete az ő sebe, az ő sebei, megmutatta a kezét és oldalát. A sebei, vagyis a kínszenvedése és a halálta, a fedezete a lélek eljövetelének, amely újjá akarja teremteni azt a világot, amely világot valamikor a teremtő lélek által a mennyei Atya alkotta. Az egész emberiséget, az állatot, az élettelen világot, mindent, mert minden elszenvedte a bűnt,
és annak a következményét, hogy ezt a teremtés könyve elmondja, hogy boltorjánt és bogácsot és nem tudom mit teremjen a föld a bűnöd miatt ember. És most itt van a Szentlélek, amely újjá akar teremteni mindent, és ennek az újjáteremtésnek a fedezete Krisztus sebe és sebe. Senki sem mondhatja, hogy Jézus az Úr csak a Szentlélek által. Hit kell Jézusban és a Jézus által adott tanításba azáltal, hogy a Szentlélek újjá tudja teremteni az embert, és ezért adja ezt a karizmát az egyháznak, az apostolokon keresztül. Jézus, hogy vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok a bűneit, bocsánatot nyernek, akinek nem megmaradnak a bűnei. Ez a keresztségben mutatkozik meg először. A keresztséghez azonban hit kell, a hithez pedig a Szentlélek, mondja Szent Pál. Senki nem mondhatja, hogy Jézus az Úr csak a Szentlélek által. De ugyanez a Szent Pál azt is mondja, és így bonyolultnak látszik a dolog, hogy a hit hallásból ered, a hallás pedig Krisztus szavából. Igen, nagyon jól tudják az apostolok és az egyház, hogy Krisztust kell hirdetni, de a szó önmagában nem hozza meg a hitet. A meghallás azt jelenti, hogy a krisztusi szó, a krisztusi tanítás által a Szentlélek ereje az, ami behatol az embernek a lelkében, és megnyitja számára a Krisztusba vetett hitet, a hit kapuját nyitja meg, hogy a hitetek, mondja a Szent Pál apostol, ne emberi bölcsességen alapuljon, hanem az Isten erején, és az Isten erejehez pedig a Szent. Mert ha emberi bölcsességen, ha meggyőző szavakon alapulna az embernek a Krisztusba vetett hite, jönne egy másik bölcs idézőjelben, okos ember, egy másik bölcsességgel, és akkor annak hinne az ember. Azonban a Krisztus szava, amit hall, és amit a lélek által a lelkében meghall az ember, jelenvalóvá teszi a Szentlélek újjáteremtő erejét. Megnyitja azt a kaput, amely kitárul az ember lelkében az Isten felé, és ezt hívjuk hitnek. Senki nem mondhatja, hogy Jézus Úr, csak a Szentlélek által. Ez a legrövidebb hitvallás, hogy Jézus az Úr, amelyben megvallja az ember azt, hogy Jézus él, vagyis föltámadt, és ezzel bizonyította, hogy mindaz a tanítás, az a hitigazság, amit általa közített a mennyei atya, mind igaz, amit érdemes és el kell fogadni, hogy az ő személye a tanítás, és ez egyben egy új és örök szövetségnek a megvallása, hogy Jézus az én Uram, Istenem, és én pedig engedelmes vagyok az én Uramnak, Istenemnek. Ez a Jézus az Úr, ez megvallása annak, hogy uralkodik az én lelkemen, vagyis részem van már most az Isten országában, a mennyek országában. Meg kell vallani a kereszténynek, hogy Jézus az Úr, és nincs más Úr. Meg kell vallanunk, hogy Jézus az én Uram, uralkodik rajtam, és én hova tovább örvendezek az isteni jelenlétnek, amint a mise bevezetésében mondtam, nem a körülményeknek, annak soha nem lesz örömöt okódó ereje. Csak mulandó, rövid, a tartós öröm az nem attól van, hogy milyen események vannak, milyen emberek vannak, hogy viselkednek velem. Ezek mulandó örömök. A tartós az az ingyenes öröm, az isteni jelenlét miatt. A Szentlélek ezt az örömet akarja kiárasztani benne. A lélek ajándékait, megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon le. A lélek maga az embernek az ajándék. Mert ez így van pontosan, hogy a léleknek a biztos, megmutatható jelenlétét kapja az ember azért, hogy használjon vele.
erőnket meghaladó csoda dolgokra tud képzetni bennünket, képességeinket fölülíró tettekre és életformára hív bennünket a Szentlélek, aki bennünk van, a kereső. Mindenki azért kapja, hogy használjon vele. És mivel a kegyelmi adományok különfélék, de a lélek ugyanaz, ez az egy Szentlélek mind ugyanazért adja a különböző megnyilvánulásait. Általa a keresztény által akar házasodni, általa a keresztény által akar jó szeretett családban jelen lenni, általa a keresztény által akar különböző földi életet betöltő hivatásokat betölteni, orvosnak lenni, szakmunkásnak lenni, nem tudom minek lenni. Általa a Szentlélek a keresztény által akarja művelni a hit csodáit, hogy valaki család nélkül is tud élni, és mégis szeretetben, örömben tud élni. Mind ugyanazt műveli, hogy ebben a világban valóban egységre találjon az emberiség. Egységre az Isten. És egységre egymás. Ezért mondja a Szent Pál apostol, mert hogy mi mindnyájan egy lélekben egy testén keresztelkedtünk, és ez az egyház, és mindnyájunkat egy lélek itatott át. Szemben a bűnben bajlódó és tobzódó világgal, amely mindig a széthúzás és az ellenségeskedésnek a helye. A pártokon belül való marakodás, a párton kívüli embereknek egymásra való nekiesése, a családokon belül való békétlenség, hogy nincs egységben az emberiség. És ezzel szemben azt mondja Szent Pál, hogy a keresztények azok egy nemzetiséget fölülíró közösségbe érezzék magukat, amelyet a lélek hozott létre a keresztényel. Egy testé, Krisztus testé keresztelkedtünk, mindnyájunkat ugyanaz a teremtő lélek jár át, a szeretet lelke, amelyről Jézus azt mondta, hogy arról ismerjék meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Egységben vagytok, amiért imádkozott Krisztus az utolsó vacsorán, hogy amint atyám, te én benned vagy, én te benned, úgy ők bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem, elhiggye a világ, hogy Jézus az Isten, akit az Atya küldött, és nem három Isten van, hanem egy Isten, egy lényegű Isten, a Szent Háromság, Atya, Fiú, Lélek, mert szeretetben élnek az engem követők, a keresztények, ezért elhiggye a világ, hogy Jézus az Úr, és uralkodni akar a lelkén, és örömmel akarja eltölteni az embert. Egy személyes vallomás. Úgy látszik, ez az én tragédiám. Ahány templomban voltam az utolsó 13 évben, mindig nagyon halkszom volt a vallomás. És ezért a mikrofon hihetetlenül föl van erősítve. Én pedig tudni illik, meg kiabálok. És ezért, aki ezen botránkozik, eljött. És az új helyen lenni, Mátra Veremény szempontból is halkszom, és ott is nagyon föl van erősítve. Én alkalmatlan vagyok az igényeket is. És végül mégis befejezem azzal, amivel kezdtem. A Szentlélek egyik neve a bor. Mert az ember, amikor bármi szomorú és bort iszik, az alkohol hatása miatt mégis jó kell. Viszont ettől a bortól az ember bedughat. Másnak is lehet. A Szentlélek olyan bor, amely bármi nehézsége van az ember, ha a Szentlélek eltölti, jó kedve van. És nem rúgben. És nem lesz másnak. Hogy is mondja erről Szent Pál? Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten gyermeke. Vagyis, hogy bármilyen nehézség van a világban, betegség, szeretetlenség, mégis jókedvű,
mert a Szentlélek bora a puszta jelenlétével örömmel tölti el a szeretett lelket. Az lelki erősség erőt ad a nehézségekben és jókedvre derít, pusztán a jelenléte miatt. Bármilyen nehézség van, bármilyen betegség van. És így folytatja a Szent Pál, hogy lássuk, hogy tényleg erről van szó. Hiszen nem a szolgaság lelkét kaptátok a keresztségbe, hanem a fogadott fiúság lelkét. Vagyis ne legyetek szolgái a többi embernek, a körülményeknek, hogy emiatt levertek vagytok és szomorúak. Függetlenek vagytok a többi embertől. A függésetek egyedül az Isten. Nem a szomorúság lelkét kaptátok, nem a rabszolgaságát, hogy más embernek a rabszolgái legyetek, hanem a fogadott fiúság lelkét, amely bennünk kiáltja, hogy abba atya, egy atyám van a mennyei, aki szeret engem, és én gyermeke vagyok. Íme itt van, amit mondtam. Én alkalmatlan vagyok a prédikáció. És hogy folytatja Szent Pál? Ha fogadott fiak vagyunk, akkor örökösök is. Krisztusnak örökösei, Istennek meg társörökösei. Vagyis, hogy Krisztus a szenvedésével, a halálával, a föltámadásával nem csak a bűneink árát fizette ki, hogy megszabaduljunk, hanem még ajándékot is ad ráadásként. És ez az ajándék az örökség, az Isten ország megosztja velünk a birodalmat. Igaz, hogy ebben a földi életben először mondja Szent Pál, vele együtt kell szenvednünk, hogy vele együtt aztán meg is dicsőjünk. De nem ám egyedül kell szenvednünk, hanem vele együtt. Kérjük a Szentlélek borát, az erősségünket, hogy minden nehézség ellenére legyen örömünk és vigaszunk, hogy mások felé is ezt az örömet át tudjuk adni. Hogy ne emberi meggyőző bölcsességek miatt legyenek keresztények, hanem a lélek erejében, a legnagyobb nehézségben is. Mint ahogy Lízió Szent Teréz, az édesapja hiába volt 3,5 évig az elmegyógyi intézetben, a lélek ereje mégis örvendezéssel tudta eltölteni. Márten út pedig, aki az elmegyőgy intézetet megjárta, szemként tiszteljük. A lélek ellen kérjük a lelket. Istenítessen!